A Nagykun Víz és Csatornamű korlátolt felelősségű társaság, mint konzorcium vezető, és a Karcag Városi Önkormányzat, mint konzorciumi tag a terület és településfejlesztési operatív program karbantartó műhely kiépítése című pályázat keretében 120 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A Nagykun Víz és Csatornamű korlátolt felelősségű társaság, mint konzorcium vezető, és a Karcag Városi Önkormányzat, mint konzorciumi tag a terület és településfejlesztési operatív program TOP 1.1.1 kötőjel 15 kötőjel JN1 kötőjel 2016 kötőjel 0012-es azonosító számú karbantartó műhely kiépítése című pályázat keretében 120 millió forint visszanem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként új épület kialakítására került sor. A Nagykun Víz és Csatornamű korlátolt felelősségű társaság és a Karcag Városi Önkormányzat konzorciumi formában sikeres pályázatot nyújtott be a terület és településfejlesztési operatív program felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázati felhívásra, amelynek eredményeként 120 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás jelentős mértékben hozzájárult az új épület kialakításához. A fejlesztés eredményeként az iparterületen lévő új épület kialakítására került sor, lehetővé téve új vállalkozások betelepülését. A fejlesztések eredményeként cél a versenyképes és növekedésre képes vállalkozások fejlesztése és új piacokra, illetve egymás piacaira történő bevezetése a karcagi kistérségben, valamint egy jelenleg a térségben hiányzó tevékenység bevezetésére. A projekt 2017. szeptember 6-án indult, és a terveknek megfelelően 2020. november 29-ig megvalósult. A Széchenyi 2020 programnak köszönhetően az új épület kialakításával a Nagykun Víz és Csatornamű korlátolt felelősségű társaság megújult környezetben látja el a feladatait. A projektről további információkat a www.karcag.hu oldalon olvashatnak.